Magyarországon az állam és az egyházak kapcsolata a rendszerváltással teljesen megváltozott. Az elmúlt 15 évben a legtöbb vitás kérdést kárpótlás, ingatlanok visszaadása, egyházi iskolák és szociális intézmények normatív finanszírozása, a személyi jövedelemadó 1%-a törvényekkel rendezték. Sőt, sokan ezt a folyamatot a rendszerváltás egyik sikertörténetének tartják. Mindezek ellenére még így is vannak vitás kérdések az állam és az egyházak felekezete képviselői között. Mai vendégünk Bölcskei Gusztáv református püspök, aki szerint a legnehezebb feladat a kivívott szabadság megőrzése, kiteljesítése. Püspök úr, ön a 70-es, 80-as években gyülekezeti lelkipásztor volt, tanította református kollégiumban, Debrecenben, később főigazgatója lett, tanított a teológián és dékán is volt. Ezekben az időkben ő, mint pedagógus, mint oktató és mint iskolavezető, hogyan élte át a rendszerváltást? Hogyan érzékelte, hogy valami a saját életében és helyzetében, hogy valami megváltozott az állam és az egyház közötti kapcsolatban? Igen, hát ha szabad, akkor ott kezdeném, hogy azért a 70-es évek elején még diák voltam a teológián, és 76-ban végeztem el a teológiát, aztán utána kerültem több gyülekezetbe, majd 84-ben kerültem vissza tulajdonképpen a kollégium falai közé, ahol előbb a gimnáziumban voltam vallástanár, és aztán mellette a teológián tanársegéd. Én azt hiszem, hogy a 70-es években már teológus diáknak lenni is azt jelentette, hogy mi teológus diáki nem nagyon érzékeltük azt egy meglehetősen zárt és bizonyos tekintetben védett világban, hogy pontosan mit is jelent az állam és az egyház kapcsolata. Azt tudtuk, hogy hát bizonyos egyházi vezetők mindig hétfő reggel elzarándokolnak a Vörös Hadsereg útja 38 szám alá, ott volt az Államegyházügyi Hivatal titkársága, és mindig azon tanakodtunk úgy egymás között, hogy olyan miről tudnak egész délelőtt ott beszélgetni, hogy olyan sok minden titokzatosság vagy reakciós dolog történt itt a hétvégén. Tehát kicsit úgy tűnt nekünk, hogy ennek a kapcsolattartásnak egy ilyen, hát felszínes formája van, ami azért nem volt egészen igaz, mert én ha belegondolok abba, hogy harmadéves teológus voltam, amikor meglátogattam az egyik barátomat Fehérgyarmaton, illetve ő egy kis faluban volt, és bementünk együtt Fehérgyarmatra. Bementünk a presszóba, és akkor azt mondta a barátom, hogy na figyeld meg, van itt egy ember, ez 5 percen belül itt lesz az asztalunknál, őnek is soha senki nem fizet, ő mindenkinek fizet, és mindenkit ismer. Na hát úgy is lett. Alig telt bele 2 perc, ott volt az asztalunknál, barátom bemutatott, rám nézett, kicsit elmélázott, ilyen bölcskei, és akkor elkezdte sorolni azt, hogy az én édesapám hol lelkész, hogy emellett ugye az akkori időkben a fizetés, kiegészítés miatt a termelő szövetkezetben főkönyvelő volt. Hát ezt még gondoltam, jó, hát ezt tudja, mert a papa régen ott van. Aztán megkérdezte, hogy a nővérem elvégezte már a tanítóképzőt. Magyarul az az ember rólam, mint egy kezdő teológus diákról mindent tudott. Tehát volt egy ilyen furcsa kettősség, hogy mi tudtuk azt, hogy van egy ilyen oldal ennek a dolognak, de igazán nem éreztük ennek a komolyságát. És aztán, ahogy a gimnáziumban
vallástanárként, vagy a teológián tanársegédként voltam, hát azért ott is előfordult egy-két furcsa dolog. Például egyszer egy szemináriumot tartottam a diákoknak, és ott az ateizmus különböző filozófiai megközelítéseit, válfajait taglaltam. Szerintem nem is rosszul. Majd aztán a következő héten hívott az akkori főnököm, és közölte velem, hogy tudja, hogy ez történt. Mondjuk ez számomra kicsit meglepő volt, mert ott a diákokon kívül más nem volt. Tudja, hogy ez történt, és vegyem tudomásul, hogy ebben az intézményben két ember van, aki erről a témáról bármit szólhat, és én nem tartozom azok közé. Na most ezek voltak azok a dolgok, amelyek én azt hiszem, hogy lassan-lassanként kezdtek oldódni ott belül, tehát hogy az ember nyíltan, szabadon beszélhetett olyan témákról, amelyek korábban tabu témának számítottak, vagy fenntartották bizonyos egyházi vezetőknek, hogy ők szólhatnak erről, de mindenki más erről hallgassa, mert ők tudják az egyedüli igazságot. És aztán, amikor bekövetkezett a rendszerváltás, amit véleményem szerint az egyházon belül, ezt már nagyon sokszor elmondtam, az egyházon belül, hogy igazából senki nem hitt el, hogy ez be fog következni. Van erre egy nagyon klasszikus bibliai történet az első gyülekezetről. A jeruzsálemi gyülekezet azt éli meg, hogy az apostolokat, Péteréket elfogják, bebörtönzik. Mit csinál ilyenkor egy tisztességes keresztény gyülekezet? Összegyűlnek, és imádkoznak azért, hogy Isten szabadítsa ki Pétert. És ahogy ott együtt vannak, egyszer csak kopognak az ajtón, kimegy a szolgáló lány, jön vissza, és azt mondja, hogy Péter itt áll az ajtóba. És erre mit csinál a gyülekezet? Azt mondja, hát ez lehetetlen, hát benn van a börtönben. Azaz, azért imádkoznak, hogy ez történjen meg, és amíg a megtörténik, akkor nem hiszik el. Szóval valahogy én azt hiszem, hogy így zuhant ránk az, ami történt, és így kerültünk bele egy olyan egészen megváltozott közegbe, valóban a szabadságnak abba a légkörébe, amelyik korábban elképzelhetetlen volt a számunkra. És kezdtük el keresgetni, és kezdtük el ízelgetni, hogy akkor most hogyan tovább, és mit lehet ezzel kezdeni. Szóval én azt hiszem, olyan nagy, látványos esemény úgy belülről nem volt érzékelhető, inkább az, hogy hirtelen történt valami, és erre nem vagyunk felkészülve. Én azt hiszem, hogy a későbbi esztendők sok tekintetben visszaigazolták ezt, hogy olyan hirtelen történtek a dolgok, és olyan kiszámíthatatlanul, hogy itt nem nagyon volt idő ezt józanul mérlegelni, rá felkészülni, és aztán mindig a legmegfelelőbb irányt kiválasztani, hogy merre is menjünk. Igen, tehát a szabadságot nagyon várták, de még belül nem voltak elég szabadok, mint ahogy az emberek többsége ugyanígy élte. Én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges megfogalmazás, hiszen az nyilvánvalóan mindig úgy van, hogy ha az ember úgy belezuhan a szabadságba, akkor az, és ha nem is rajta múlt ráadásul ez a szabadítás vagy szabadulás, az egy sokkal nehezebb feladat, hogy lehet ezt a szabadságot megőrizni. Mert az egy dolog, hogy a diákjaimnak mindig mondtam, hogy az sokkal könnyebb, hogy azt mondani, hogy na gyerünk, ostromoljuk meg a téli palotát, meg nem tudom én, döntsük le a Bastille-t,
de arra mindig akad ember, szóval ezt meg lehet csinálni. Csak aztán jön a nagy kérdés, hogy hogy lehet ezt a szabadságot megőrizni. És bizony ebben ismerünk történelmi példákat, hogy ez mennyire nem sikerült, és ez egy ugyanolyan nagy feladat és nagy kihívás az egyház számára is, hogy tudja azokat a bibói kifejezéssel élve, hogy a szabadság kis köreit, amelyek közösségeket tudnak megőrizni, megépíteni, megőrizni akkor is, amikor már nem csak a szabadság kis körei vannak, amelyeket lehet egy diktatórikus rendszeren belül egyfajta oltalomként megélni, vagy menedékként, hanem nekünk kell azzal a felelősséggel a saját szabadságunkat és a mások méltóságát együtt megőrizni. Ez azt hiszem egy nagyon nagy feladat és nagyon nagy kihívás. 90-ben volt egy lelkészi gyűlés nálunk Debrecenben, és ott már hosszan, órák óta mindenki sorolta, hogy mennyi hátratétel, megaláztatás érte, stb. És akkor felállt az egyik lelkész kollégánk, és azt mondta, hogy most már szeretném, hogyha valaki felállna és elmondaná, hogy milyen örömöt okozott az neki, hogy szenvedhetett a Krisztus ügyéért. De hogyha valaki csak azért akarja itt feltáltani a száját, bocsánat, őt idézem, és elpanaszolni, hogy ő belőle nem lett püspök, meg nem lett esperes, az fogja be. Szóval azt hiszem, hogy nagyon sok, és nagyon nagy szükség lenne arra, hogy nagyon sokat beszéljünk egymás között is, az egyházban, az egész társadalomban arról, ami történt, mert ez egy nagyon komoly, ha úgy tetszik, teológiai kérdés, hogy hát mi történt ebben a korszakban? Mert a mi hitünk, meggyőződésünk szerint, ami történt, az sem az Isten tudtán kívül történt. Most akkor hogy van ez? Ezt a korszakot nem lehet az egyház történetéből kiiktatni, úgy tenni, hogy ilyen nem is volt. Felébredünk és újra 1948-ban vagyunk, vagy valami. Nem, ez megtörtént. És csak úgy lehet feldolgozni, és csak úgy lehet belőle tovább menni és tovább lépni, hogyha valóban a különböző nemzedékekhez, különböző élethelyzetekben megjelenő embereknek a tapasztalata, a hitvallása, Uram bocsája, a gyávasága, a elért eredményei, vagy a kudarcba fulladt kísérletei, ezek úgy közkincsé válnak, és én azt hiszem, hogy e tekintetben még van lemaradásunk. Megtörtént ez a 40 év, és bennünk is megtörtént, és nyomot hagyott, és eltorzított bennünket legalább annyira, hogy alkalmazkodjunk valamilyen módon hozzá. Ebből kijönni, ez gondolom legalább olyan nehéz, mint a szabadsággal élni, előrefelé nézni. Ez egy érdekes dolog, mert azt hiszem, hogy itt is az történt, hogy ebben az első nagy Sturm und Drang korszakban, amikor az egyházban valóban létrejött és kitört a szabadság, akkor olyan radikális lépések is történtek, itt elsősorban az egyházi törvényalkotásra gondolok, amelyik rossz tapasztalatokra és rossz berögződésekre visszautalva változtatta meg a törvényeket, mondván, hogy csak úgy ne legyen, ahogy akkor volt. És aztán most, ahogy eltelt 10-11 néhány esztendő, bizony látjuk, hogy van egy néhány olyan területe mondjuk az egyházi nálunk az egyházi törvénykezésnek, amelyik nem azért volt rossz, mert azt nem lehetne jól használni, hanem azért, mert visszaéltek vele. És ugye van egy ilyen klasszikus mondás, hogy a visszaélés az azért még a magát, a jogos használatot nem teszi feleslegessé. De
Én azt hiszem, hogy volt egy néhány ilyen hirtelen meghozott döntés, hirtelen elhatározás, amit azért nem lehet számon kérni, vagy amiért elmarasztalni saját magunkat, mert én is oda tartozónak tudom magam, mert nem is volt arra idő, nem is volt arra lehetőség, hogy most akkor üljünk le, ezt gondoljuk végig, mert jöttek egymás után az események. Lehetett volna ezt kicsit higgadtabban, lassabban és racionálisabban csinálni? Vagy a végül is a helyzet adott volt? Én azt gondolom, hogy mondjuk egy-egy falusi gyülekezet tekintetében ott a helyzet annyira adott volt, hogy ott az esetek döntő többségében azért a helyi önkormányzat és a helyi gyülekezet az valóban a falu jól felfogott érdekében talált jó megoldást. Én erre nagyon sok példát tudok mondani. Természetesen a közvéleményben inkább azok az esetek jelentek meg, amikor ez nem sikerült, és az ellenkezője történt, és hát ugye arról aztán hosszan lehetett regélni és mesélni, hogy mennyire különbözött vagy hasonlott meg az önkormányzat és az egyházközség szándéka, de azt hiszem, hogy néhány esetben, és ezt azért önkritikusan el kell mondanunk, hogy lehetett volna racionálisabb döntést hozni. Sok esetben valóban hát egy-egy épülethez a nosztalgia, az ősi kövekhez való ragaszkodás az erősebb volt, mint a józan belátása és a józan értelem. Hát sok esetben az volt a panasz, és az volt a nehézség, hogy az egyház visszakapta a holt tőkét, anélkül, hogy az azt egykor működtető tőkét is, vagy annak valamilyen hányadát visszakapta volna, hiszen hát ezek köré, a kollégiumok köré, iskolák mögé oda tartoztak olyan területek, alapítványok, egyebek, amelyek valóban lehetővé tették, hogy ezekben az iskolákban a szociálisan rászoruló tehetséges gyerekek ingyen vagy egészen kevés összegért tanuljanak. Kaptunk már arra is ígéretet itt az elmúlt években, hogy hát még mindig vannak olyan földterületek, amelyeket a Nemzeti Földalap kezel, és a magyar kormány vagy a magyar állam tulajdonában vannak, hogy ebből állítólag a jelenlegi jogszabályok szerint is adható szociális intézmény működtetéséhez, vagy oktatási intézmény segítésére. Ezek valahogy mindig ugye félúton elakadnak, ezek az ígéretek, lehetőségek, pedig biztos vagyok benne, hogy egy-egy, mondjuk egy kisebb intézmény körül, hogy ott egy konyhakertet, vagy valamit, ahol egyrészt mondjuk az idős emberek ott eltesznek, vesznek, érzik, hogy az fontos, hasznos, amit csinálnak, meg még valamit meg is tudnak ott termelni. Ezek is segítséget jelenthetnének. Nyilvánvalóan azt a nagy kérdést nem oldják meg, hogy jelen pillanatban igen-igen sérülékeny az egyházi intézmények finanszírozási rendszere, mert akármilyen okból csúszik, elmarad, megváltozik, akkor az egész rendszer sérülékenysége nagyon hamar kiderül. Ráadásul, ha még kapnának is földeket, a földnek a jövedelemtermő képessége nem túl nagy, sőt, és hát nincs is meg az infrastruktúra már talán, amelyikkel jól lehetne működtetni, de ezek a konyhakerti megoldások, ezek valami picit jelentenének. Igen. Én azt hiszem, hogy nem is csak ez itt a baj, hanem az, hogy
nem nagyon érezzük a fogadókészséget arra, hogy ha mi elő is állunk olyan javaslatokkal, ötletekkel, amelyekkel lehetne mondjuk kisebb méretekben, ugye ma divatos kifejezés a kis térség. Mi kifejlesztettünk egy református kistérségi fejlesztési koncepciót. Ezzel bekopogtattunk már több illetékes hivatal ajtaján, és mindenütt megpróbáltuk elmondani, hogy azoknak a kis településeknek a jövője, amelyekből azért elég sok van Magyarországon. Egyrészt úgy is elképzelhető lenne, hogyha tudna nemzeti fejlesztési terv építeni arra a meglévő infrastruktúrára, amelyet az egyházak, jelen esetben a református egyház fenntart. Az, hogy egy településen ott van egy gyülekezeti ház, egy nem minden esetben lakott parókia, ahol meg lehetne tervezni, meg lehetne valósítani egy olyan kis üzemet, amelyik adjon ott először 10 embernek munkát, de az mondjuk egy faluban az már rögtön nem annyi. Emellett felhasználni azokat a speciális adottságokat, amelyek ezeken a területeken vannak, és megpróbálni valóban életet megtartani és életet leélni ezekbe a közösségekbe. Mert mi ezt nagyon jól tudjuk, hogy a mi gyülekezeteink is tönkre mennek, hogyha tönkre mennek ezek a falvak. Mindenütt, illetve nem mindenütt, voltak, ahol nagyon kedvesen fogadtak, voltak, ahol értettem, hogy mi köze van az egyháznak a fejlesztéshez. Én ezt hiányolom a jelenlegi kapcsolatrendszerben, hogy arra a természetes együttműködésre, amelyik helyben, akár megyei, regionális szinten megvan, nem mernek, vagy nem tudnak építeni. Én nem tudom egészen elfogadni, hogy miért, vagy megmagyarázni, hogy miért, hiszen itt valóban arról van szó, hogy még mindig az egyházak képezik itt azokat a civilizációs végpontokat, ahol kell és lehet az ott élőknek, az ott maradó közösségnek segítséget nyújtani, és nem pedig valami másra gondolni. Vannak ebben egészen jól sikerült történetek is, hiszen az E-Magyarország pontok kialakításában mi hát több mint 200 településen működtetünk úgy internet hozzáférést, hogy ez természetesen nem a gyülekezet számára van, de hát ott van a gyülekezeti teremben, ott van az ifjúsági teremben, és így tovább, azért, hogy az egész közösség számára ez hozzáférhető legyen. És én azt hiszem, hogy sokkal több olyan terület van, vagy lehetne, ahol ezt meg lehetne valósítani, valami hiányzik mostanában ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lépni, és tovább tudjunk lendülni. És kidolgozott kistérségi tervek. Igen. Tulajdonképpen süket fülekre találnak, nincs igazi fogadókészség. Nem találtunk idáig, illetve akiknél találtunk, az nagyon érdekes, egy svájci kormánydelegáció, akik azt kérték, hogy ők egy olyan nem kormányzati szervvel is találkozzanak, amelyik például Kelet-Magyarországot ismeri, hát így kerültek hozzánk, vagy hozzám, mert ott a Tiszántúlon mi meglehetősen nagy számban vagyunk jelen, és ismerjük ezeket a problémákat. Nekik is odaadtuk ezt a fejlesztési tervet, ők komolyan vették, tehát ők először befogadták, már egyszer áttanulmányozták, újra visszajöttek részletesebb kidolgozást kérni, és a kormány fog arról dönteni, hogy milyen elképzeléseket támogatnak.
Tehát én azt gondolom, nekünk egy jó visszaigazolás volt, hogy nem butaság az, amiben mi gondolkodunk, de egyelőre máshonnan nem kaptunk komolyabb visszajelzést. Általában mi a véleménye a jelenlegi finanszírozási szisztémáról, és konkrétan abban az áldatlan vitában, hogy többet kapnak az egyháziskolák, vagy kevesebbet, egyik teljesen össze-vissza mennek ezek a számok, és borzasztóan nehéz eligazodni bennük, segítsen ebben. Igen, hát ez valóban egy nagyon áldatlan vita, és úgy vesszük észre, hogy ebben az esztben, ha tavaly az egyházi iskolák kerültek terítékre, akkor most az egyházi szociális intézmények, mert ugyanazzal a logikával, amelyikkel tavaly az egyházi iskolák úgynevezett túlfinanszírozása került a reflektorfénybe, most az egyházi szociális intézmények kerültek ide. És én valóban azt gondolom, hogy dolgot olyan egyszerűen el lehetne intézni. Hiszen mi átvállalunk az államtól egy bizonyos feladatot. Ennek a feladat átvállalásnak a egyik nagyon fontos eleme, hogy mi sokkal olcsóbban végezzük el ezt a feladatot, mint ha az államnak magának kellene elvégezni. Miért? Azért, mert az államnak ebben az esetben nem kell egy beruházást elvégezni. Nem kell egy épületet fenntartani és működtetni, mert azt mi végezzük el. Ha mi ezt mind beleszámítanánk, akkor egészen furcsa számok jönnének ki. Mekkora a reformátusság ma Magyarországon, és hogyan alakul a hívők száma, és hogy alakul az affinitás, a templomba járás, meg a hitélet iránt? A népszámlálási adatok szerint Magyarországon 1.600.000 ember mondta magát reformátusnak. A mi belső statisztikáink szerint 600.000-en tartoznak valamilyen formában egy-egy gyülekezethez, azaz van 1 millió ember, aki azt mondta magára, hogy református, meg nem tudjuk. Ez egy nagyon nagy kihívás és nagyon nagy feladat nekünk, meg hogy hol vannak, mitől reformátusok és miért, és hogyan élik meg ezt a reformátusságukat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy valaki nekem azt mondja, hogy én is református vagyok, akkor meg kell kérdezni, tessék mondani, hogy melyik gyülekezetbe. Mert reformátusnak lenni azt jelenti, hogy egy közösséghez tartozom. Mert ugye ma divatos és olyan elegánsan hangzik az, és a közvéleménykutatók is sugallják, hogy ez a igazi, trendi, hogyha az ember azt mondja, hogy én a magam módján vagyok vallásos, mert az kicsit olyan, mondom, előkelően hangzik, hogy én nem vagyok egy doktrinér, elmaradott, babonás, vallásos ember, hanem a magam módján. Ez véleményem szerint egyébként a fogyasztói társadalomnak a leképezése a vallásos terminológiáról. Szuverénnek látszom, és mégsem kell csinálni semmit. Pontosan. Nos, éppen ezért én azt hiszem, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy tudjunk új gyülekezeteket létrehozni. És ennek vannak különböző formái, talán az egyik legszokatlanabb az most zajlott, meg zajlik nálunk Debrecenben. Azt hiszem, hogy ez elég ritkaság, hogy egy egyház vegyen egy templomot Magyarországon. Ez mondjuk Amerikában eléggé divatos. Hát nálunk ez történt, hogy mi megvettünk egy templomot, egy olyan 10 esztendővel ezelőtt épült Debrecenben egy templom, oda jött akkor egy új felekezet, egy új vallási közösség, nyilván azzal a missziói lelkülettel és lendülettel, hogy majd itt a kicsit már ózsdi történelmi egyházak helyett betöltik a igazi hivatást. Hát most ebben az évben a református egyház megvette tőlük a templomot, és ott kívánunk egy új missziói gyülekezetet elindítani, kialakítani.
Az elmúlt évtizedben azért nagyon sok új templomunk épült, főleg olyan helyeken, ahol korábban egyáltalán nem volt. Ezek most már nem azok a régi nagy katedrálisok, mert olyat ma már nem szabad építeni, mert olyat szabad, amelyik egyszerre több célt is tud szolgálni. Tehát olyanoknak is, akik még mondjuk egy hagyományos istentiszteletre nem mennek be, mert valami gátolja őket, de az előszobájába már bemennek, ahol elbeszélgetnek, játszanak, zenét hallgatnak, és onnan könnyebben megtalálják az utat. Én azt gondolom, hogy a nagyon nehéz azt megmondani, hogy növekedett a templomba járás, vagy nem növekedett. Az biztos, hogy nem mindenütt kellett a templomokat bővíteni, de ez mindig attól függ, amilyen egy adott gyülekezetnek a közösség megtartó és a közösség formáló ereje. Ez úgy magától nem történik, hogy az emberek elkezdenek jönni a templomba, amögött nagyon sok munkának kell állni, nagyon sok imádságnak. Mi hisszük azt, hogy az Isten lelke meg tudja tölteni az üres templomokat is, de ez senkit nem jogosít fel arra, hogy ő maga ne tegyen meg azért mindent, hogy ez így legyen. Vannak nagy eltolódások, azt már említettem, hogy olyan hagyományos, tömb, nagy református települések, ahol a népszámláláskor kiderült, hogy katasztrofális kevesen vannak, akik ezt egyáltalán fontosnak tartják. Ez is azt mutatja, hogy nem lehet valóban személytelenül azt mondani, hogy van egy nagy templomunk, és akkor jöjjön oda mindenki, hanem meg kell találni a generációknak, élethelyzeteknek megfelelő közösségi formákat, és meg is kell tudni keresni ezeket az embereket. Nagy kérdés az, hogy vajon a újraindult egyházi iskolák ilyen értelemben hogy jelenítik meg az egyház utánpótlását. Az már látszik azért az egyházi statisztikákban, hogy a keresztelések és a konfirmációk arányszáma az sokkal jobban közelít egymáshoz. Amióta ugye a hitoktatás, egyházi iskolák újraindítása megtörtént. Hát nyilvánvaló a számok mögött mindig azt kell megkeresni, hogy ebből mi lesz életté, és mi lesz a másik ember számára használható életté. Az egyházak és az ügynök probléma. Ön mit gondol erről, hogyan lehetne ezt megnyugtatóan lezárni az egyházak felől és részéről? Nagyon okos ember lennék, hogyha erre nagyon egyszerűen és világosan tudnék válaszolni, mert erre általános megoldás nincs, hiszen a legalaposabbnak tűnő, mondjuk német megoldástól elkezdve különböző megoldások születtek a együttműködők, besúgók, ügynökök, különböző neveken szereplő történetének a feldolgozására. Szerintem valamit elmulasztott az egyházunk 1990-ben. 1990-ben kellett volna elkérni azokat a dokumentumokat, amelyek az egyházi ügynökökkel foglalkoznak. Mert én azt gondolom, hogy sokszor azt kérik rajtunk számon, amiről fogalmunk sincs. Ugye megkérdezik, hogy hát hány ügynök van. Honnan tudjuk, hogy egyszer nem biztosítják számunkra a teljes hozzáférést. A mi egyházunk úgy döntött először ugye 90-ben azzal, hogy minden tisztségviselő lemondott, és választásokat írtak ki, hogy ilyen módon indul el ezen az úton. A
Én, ahogy az előbb mondtam, én nem vagyok annak a híve, hogy a később születettek kegyelmi ajándékából általánosítsunk, és azt viszont azt végképp nem szeretem, hogyha az egyházat vagy az egyházi személyeket úgy állítják ebben a kérdésben pellengére, mint hogyha itt valami különleges, nagy és a társadalom többi részétől eltérő magatartásforma valósult volna meg. Mert ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy el fog jönni az az idő, amikor valóban napvilágra kerülnek azok a dokumentumok, azok a tények, amelyek megvilágítják ezt a helyzetet, de az, ami jelenleg ezzel történik Magyarországon, az egy nagyon szerencsétlen dolog, mert ez úgy időről időre, amikor valakinek eszébe jut, akkor előrántja a kérdés, aztán utána a kutya nem törődik vele. Ez véleményem szerint a lehető legrosszabb, ami történhet. Mi a véleménye az egyházak politikai szerepvállalását illető vádakról, amelyek most megint föl fognak lángolni nem sokára? Az biztos. Igen, hát kaptunk mi most ugye december 5-e kapcsán is hideget, meleget. Én a mai napig azt mondom, hogy az, ami számunkra egy természetes erkölcsi kötelezettség volt, amit tettünk, és amilyen úton azóta is járunk, mert én azt hiszem, hogy például, amikor most ugye Romániában megjelent az egyházingatlanok visszaadásáról szóló törvény, mi most tervezünk egy olyan akciót, hogy most nem 500 lelkész megy át, hanem megkeresünk nem tudom hány jogászt, mert most arra segítségre van szükségük, hogy tudják, hogy mit kérhetnek vissza, hogy kérjék vissza. És ez van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Én azt gondolom, hogy ezt mi akkor is tenni fogjuk. Vagy amikor kimondtuk azt, hogy a Magyarországi Református Egyház saját egyháztagjának tekint minden bárhol élő magyar reformátust. Persze, hogy benne volt egy kicsit az, hogy amit kötelessége lett volna véleményünk szerint már megalkotni a magyar politikai elitnek, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan rendezze, hogy mi kimondjuk ezt szimbolikusan. És én azt tudom, hogy ennek nagyon nagy ereje és nagyon nagy hatása volt és van. Én azt gondolom, hogy mi ezen a módon változatlanul szeretnénk, vagy azon a módon, hogy nekünk mit jelent a politikai szerepvállalás? Az, hogy mi megcsináljuk a református kistérségi koncepciót. Bocsánat, ez az. Hogy mi igenis azt mondjuk, hogy az intézményeinkben ilyen értékeket vállalunk fel, és így neveljük, és így foglalkoztatjuk a gyermekeket, és így tovább, és így tovább. Én azt hiszem, hogy megint szükség van, ugye sokat hangoztatott, hogy nincsen még eléggé szétválasztva az egyház meg az állam. Most kérdek én valamit. Az Amerikai Egyesült Államokban szét van választva? Szét bizony. Kik választották meg George Bush amerikai elnököt? Bizonyos vallási csoportosulások, amelyek olyan befolyással rendelkeznek, és közben gyönyörűen szét van választva az állam és az egyház. Szóval azt hiszem itt is a jelszavak helyett, meg a jelszavak emlegetése helyett meg kellene találni azokat a közös, és én nem szégyellem ezt a szót, hogy érdekeket, amelyek alapján mi azt tudjuk mondani, hogy igenis itt van egy bizonyos határ, amit senki nem lép át, és itt vannak olyan dolgok, amelyeket mi artikulálni akarunk, és artikulálni tudunk. Ebben áll véleményem szerint a politikai felelősség, amelyiknek soha nem szabad öncélúvá válni, tehát az egyház azért akar politizálni, hogy
nekem jobb legyen, azt, bocsánat, azt megette a fene, mert az nem fog menni előbb-utóbb. De amikor arról van szó, hogy egy egyénnek, egy közösségnek a jó létéről lehet egy kicsit együtt gondolkodni, vagy éppen a szavát felemelni, akkor ez meg fog maradni.